A Karcagi Tankerületi Központ, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola mindhárom tagintézményéből egy-egy szorgalmas, tehetséges diákot megajándékozott karácsony alkalmából egy-egy laptoppal. Az ajándékokat Plósz Csilla intézményvezető adta át a gyermekeknek. A járványügyi helyzet miatt most az ünnepségen a diákok, szülei, osztályfőnökeik, tanáraik nem lehettek jelen. Ugye az idei évben is mondhatom azt, hogy már hagyományosan ilyenkor karácsony előtt kiosztjuk ezeket a laptopokat, melyeket a Karcagi Tankerületi Központnak köszönhetünk, hiszen ő finanszírozza ezeket a laptopokat. Minden évben évvége felé mind a három tagintézményünk nevelőtestületét, illetve az osztályfőnököket megkérdezem, hogy kik azok a tanulók, akik megérdemelnék ezt az ajándékot, és az idén is három tanuló került kiválasztásra, a Kiskulcsosi, a Kovács, illetve az Erkel tagintézményekből. Ezek a tanulók olyanok, akik az év során kiemelkedtek a tanulmányi eredményeikkel, jó volt a magaviseletük, szorgalmasak voltak, illetve a közösségben is meghatározó szerepet töltenek be. Ezek a tanulók az idei évben a Kiskulcsosi intézményből Bihari Bence, 8. osztályos tanuló, a Kovács Mihály tagintézményből Baláti Boglárka, ő 7. osztályos tanuló, és az Erkel Ferenc tagintézményből pedig Nagy Emese, aki 5. éve tanul már a Művészeti Iskola ütőtanszakán. Igen, és nagyon meghatódtak és meglepődtek, hiszen nem tudták, hogy miért kellett most átjönniük, és igazgató néni beszélni akar velük címszóval, így küldték őket. De azt gondolom, hogy ez egy hatalmas öröm mindannyiuk számára, hiszen láttuk, hogy nagyon meghatódtak. Igen, ezt mindig titkosan igyekszem megszervezni. Az idei év még titkosabb volt, ugye a járványügyi előírásokat figyelembe véve, most nem voltak itt a szülők, nem voltak itt az osztályfőnökök, hiszen igyekeztünk a létszámot minimalizálni. És a gyerekek úgy jöttek most át hozzám, hogy csak annyit tudtak, hogy jönniük kell idebe az igazgatóirodába Csilla nénihez, mert beszédem van velük. Meglepődtek, nem tudták, hogy miről van szó, de ez látszott is rajtuk, de úgy gondolom, hogy utána annál nagyobb volt az öröm, hogy egy ilyen nagyon szép ajándékot kaptak. És azt hiszem, hogy ez egy példaértékű, hiszen a Karcagi Tankerület mellett azért nem nagyon van más településeken hasonló jutalmazás, hiszen ez a jutalmazásnak az egyik formája. Igen, ez példaértékű, mert nem én sem hallottam itt a környéken más tankerületekről, hogy ez ilyen hagyomány lenne. Itt egy pár éve a Karcagi Tankerületi Központ igazgatója, Sági István igazgató úr fejéből pattant ki ez az ötlet, amit úgy gondolok, hogy egy nagyon-nagyon jó ötlet, és hát bízom benne, hogy az elkövetkezendő években is megmarad ez.